Sziasztok! Linával legutóbb elmentünk az ázsiai boltba, mert szerintem nem vagyok egyedül ezzel, de az egyik kedvenc dolgom az, hogy elmegyünk új közértekbe, de akár külföldön is. Megveszünk egy csomó mindent, és csak kipróbáljuk őket. Uh-huh. És ennek a videónak az lesz a különlegessége, hogy mivel Linával kóstolunk meg mindent, ezért minden vegán, amit kiválasztottunk. Külön meg is néztem, de valaminél oda is volt írva, igen, hogy minden vegán. Úgyhogy egy ilyen 5-6 dolgot fogunk kipróbálni, ami számunkra teljesen újdonság lesz. És egyébként a Rákóczi téri ázsiai üzletben vettük őket. Igen. Nem tudom pontosan, hogy melyik milyen ázsiai egyébként, mert van, ami koreai, van, ami kínai. De hogy úgy viszonylag amúgy sok minden összejött még úgy is, hogy azt hittem, hogy így vegánként már próbáltam a legtöbb dolgot, de hogy így nem. De annyi dolog van ott, hogy szerintem minden nap találnánk valami újdonságot. Amúgy ezekből akkor te sem próbáltál semmit korábban, ugye? Nem. Szóval ez nem csak nekem új, jó? Nem. Legalábbis ezeket konkrétan nem. Úgyhogy szerintem kezdjük a főétellel idézőjelben, ami az egyik, ami miatt az egyik legizgatottabb vagyok, mert ez egy meglepetés doboz, ami nem tudom, hogy pontosan mit akar, de azt írja, hogy Instant Noodles Surprise Box, és ez a 4-es számú. Nem tudom, hogy ez pontosan mit akar, vagy hogy milyen a többi, de most kiderül, hogy mi van benne. Nyugodtan gyere, amúgy ott már nem lesz a kamera. Igen, gyere. Szóval gyere. Max, hogy le a székre, vile, tehát kis padra, és akkor itt kapsz mindenből. Úristen, de aranyos. Úgy látom, ez akkor egy ada. Wow! Na, ilyet még sosem láttam. Ó, de jó. Hidile, tudnád ezt kérlek fordítani? Nem, ez kínai egyébként. Azt sem tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Hát, mert szerintem ez izé. Csak ugyanúgy összedobsz mindent, és rámegy a forró víz. Aha. Ennyi. De nem kell megfőzni a tészt? Ezt akartam pont kérdezni, de... Nem írja. Amúgy... Jó, én azt mondom, hogy általában ezeket a forró víz is elér. Csak így. Ugyanolyan, mint a hullámos. Igen? Csak hosszúkás. Teljesedben rakod, vagy akkor legyen csak a felebb? Rakd bele, aha. Jó. Vagy lehet, a nagyobban kéne? Ja, amúgy igen. Amúgy addig a forró vizet ráönthetjük, hogy az álszon. Jó. Linához is felvettünk egy videót. TikTok receptek. Igen. És hát én csak így részében vendégszereplek. Ebből vajon... Á, mindegy, menjen be! Lehet, hogy hogyan keverjem a kanállal, hogy lenyomkodjam. Remélem kiderül utólag, hogy így nem is kellett volna mindent összekeverni. Nézd, ez ilyen savanyúság valami. Ó, aha. Akkor ezt lehet, hogy az ilyen külön tálba kell tenni, vagy ennek mondja, hogy tetejére? És lehet, hogy valamelyiket erre kellett volna nyomatni. Finom. Ilyen tipikusan ilyen kicsit leveses olajos. Kicsit olajos lenne, igen. Az igen. Rakjuk bele? Szerintem én beleraknám, ha. Jó. Igen, hogy legyenek benne ilyen zöldségdarabom, biztos azért. Tuzi nem így kell fogadni merni. Kontárok. Akkor addig azt a kis dobozos üdítőt kipróbálhatjuk. Jó. Szerintem amúgy le volt értékelve 99 forintra. Előtte 200 volt, meg aztán 450, és azért akartam ezt megvenni, mert soha nem ittam, vagy ettem még semmit, ami krizantém ízű lett volna. És ez krizantémos tea. Mert... Hú, de húgyág ízű. Nagyon random. Tudod, mi hiányzik belőle? Valami savanyú. Aha, igen. Ez lesz így az ücsi, főleg, hogyha ez nagyon csípni fog. Igen. Akkor egy kis előételnek, igazából ezt nyilván így wokhoz kellene enni például, vagy akár salátába kéne rakni, de ez bambuszrügy, és szerintem bambuszt ettünk már korábban mindketten, uh-huh. Viszont soha nem láttam őket úgy csomagolva, hogy így konkrétan a bambusznak az alakja látszik, és csak így beleharaphatsz, mint egy répába. De én annyira imádom minden ilyen ázsiai ételben, szóval igen, ez... én is nagyon szeretem, és jó az állaga. Én olyan, mint a spárga. Na? Nagyon igen, nagyon furi az állaga. Ezt így? Mehet? Aha. Mm. Kár, hogy nincsen ízesítve. Uh-huh. A lé. Szerintem ilyen sós lesz. Igen, igen. Igen. Amúgy azt írja, hogy van benne víz, só, antioxidáns, savanyúságot szabályozó anyag, de nem érződik sósnak. Nem. De hogy amúgy az állaga jó, szóval most azon gondolkozom, hogy tényleg, hogyha ilyen ázsiai kajája, amúgy ebbe, hogy beleszórjuk. Megkóstoljuk közben amúgy a levest. Uh-huh. Jó csípősnek tűnik amúgy. Csípős leves kihívás. Ha ez tényleg nagyon csíp, akkor most itt elvesztettünk.
Nem jó a tészta állaga. Uh-huh. Nem. Amúgy nagyon csip. Na, ezt fixen nem így kellett volna megcsinálni szerintem. Meg kellett volna főzni először, nem? Na, aztán jól összezabáltunk minden. De amúgy... Abszolút igen. A Google fordító az nem tud ilyen kép alapján ízelni amúgy. Kamera. Ó, nagyon jó. Készítsük elő egy tál. Hogyan kell enni? Ne! Készítsünk elő egy tál húslevest, miután a tészta megfőtt, leszűrjük és kivesszük. Beletesszük a húslevesbe. Hozzáadjuk a fűszeres zacskót, zöld hagymás zacskót, mindent. Keverjük jól enni. Csilis zacskó és ecetes zacskó, kérem, egyéni ízlés szerint. Nem mondod, hogy ehhez külön meg kellett volna főzni egy leves, és ahhoz lehetne felhasználni. Ne használja a mikrohullámos ütőt melegítésre. Személyes hobbiai szerint adhatunk hozzá. De ráadásul akkor egy csomó mindent csak így adj úgy, ahogy szeretnél hozzá, szóval hogy ezt miért nem lehet? Mármint oké, kívülről, hogy nem akkor tudták volna lefordítani. Akkor nem annyira instant noodle, mint semmi, csak egy... Hát nem. Vagy rá van amúgy, vagy instant, ja nem. Ezt ízlett ez. Aha, hát ilyen... Néha fura, inkább ilyen ízesített víz, vagy nem tudom. Mint hogyha egy tavaszt innád meg ebben. Amúgy tényleg, olyan, mintha kimennél így sétálni, és így erdőd a virágoknak az illatát. Egy valami ropogós snack, az most jöhet, nem? Na, ez például koreai ropogós, mi az? Alga, seaweed. És én ilyeneket már ettem korábban, de konkrétan ezt a márkát, meg ezt az ízesítést nem, és direkt csípőset vettem, mert tudtam, hogy ez veszteni fog. De várjál. Ja, jó, ropog, jó. Csak azt hittem, hogy ilyen nyálkás. Ja, van, ezt rakom ide. De csak olajos. Ú, ezt tudod, mire ilyen salátákra akár. De ez nem csak snack. Alga snack. Mert az a fura benne, hogy ilyen apró darabos, szóval ezt nem tudod snackelni. Igen. Na, ez isteni. Imádom az ilyeneket. Nem tudom, milyen salátára raknám amúgy, mert akkor valamilyen ázsiai salátát kéne ki. Vagy uh-huh. nem ilyen butha bol például. Mm. Uh-huh. És akkor arra így rá az ilyen rizses zöldségekre. Társasestre elvinni snacknek, hogy mindenki... Igen, igen, és mindenki szétborzsázza a helyet. Amúgy nem is csíp. Én már nem tudom, hogy mi csíp, hogy a leves vagy ez, de valami még a számot is kívülről. Az, de még az a leves szerintem. Igen. Azt néztem, hogy van ezekből a... Az algasznekekből olyan, amiben ilyen lapocska van, meg rúd, így összetekerve, én azokat szeretem nagyon, és annak azért olyan snackkelhető vállaga van. Amúgy vegyél még nyugodtan ebből is. Az a lapocska, az nagyon jó szerintem. Igen. Erre kifejezetten ki volt írva, hogy vegán snack. Uh-huh. Pedig így külsőre olyan, mintha valami tintahal lenne. Ezt akartam mondani, igen, hogy én erre... Végig is olvastam volna egy ránézésre olyan, hogy... Igen, de ki volt írva, és ez konnyakból van, amiből ugye ilyen arctisztító szivacsot is szoktak gyártani, szóval ez valami ilyen szivacsos aztán... dolog lesz szerintem. Talán mint a szója, amikor tudod, ilyen granátumban van. Aha. És ebből is, igen, ebből is a hot and spicy változatot hoztam. Ma minden nagyon hot and spicy. Ó, erre nem számítottam. Hordozható snack. Eszti? És ez nem ropogós. Annyi, hogy nincsen, hogy ollóval tudok csak kinyitni, mert nincsen rajta ilyen perforáció. Ó, de fentről. Mert ilyen papírom. Fentről. Nekem úgy se. Ó, ez ilyen zselés. És ez tényleg vegán. Úristen, nagyon jó. Igen, na jó. Azt tudja, hogy vegán, csak azt nem írja, hogy hogyan fogyaszt. Szóval... Amúgy itt simán szerintem meg lehet tenni. Hát, én szerintem ezt is amúgy ilyen tálakra, vagy nem tudom, ilyen... Mindenféle rászarják. Nagyon jó. Uh-huh. Akár azt is lehetem képzelni, hogy a sushiba ilyet raksz, hogy igen, halat imitáld egy kicsit. És az alga meg hozza a halas. Igen. Olyan, mint hogyha ilyen kis polip... Igen. Polip lábak lennének. Hát ez a legjobb snack. Ez nagyon komoly. Uh-huh. Vajon ezt ki lehet pirítani, vagy akkor teljesen összefottyal és semmi nem lesz belőle? Na majd kipróbáljuk még úgy is. És akkor innentől rátérünk az édes dolgokra. Igen. Talán jön egy ital. Hát ez nem ital. Ja, ez mi? Az a neve, hogy kongi, és rákerestem direkt, hogy ez micsoda. Amúgy franciául azt írja, hogy dessert oris gluant, szóval, hogy ez egy édesség. És olyasmi, mint a zapkása vagy a tejberizs, szóval rizs alapú, viszont olyanok vannak benne, mint mogyoró,
mi az, babpüré, meg ilyenek. Szóval ez egy ilyen tipikus ázsiai édesség. Ez itt bab akar lenni? Szerintem igen. Azta. És én például ettem már a Zuki babból készülő japán desszertet, és őszinte leszek, nagyon-nagyon rossz volt. Mármint, hogy az én ízlésvilágomnak nyilvánvalóan. Egyáltalán nem vagyok oda a japán édességekért például, mert mindent ilyen babpürével csinálnak, meg minden olyan egysíkú, kicsit ilyen püréállagú, és olyan csak simán édes. Én egyáltalán nem tudom ezeket, amúgy már nem nagyon szoktam. Mert hogy még hogyha elismerünk egy japán étterembe, akkor sártam még soha desszert, szóval. De cuki, ez is olyan, hogy így, amúgy minden olyan, hogy így viszed magaddal is, leülsz és megeszed a padon. Igen. Hát, nagyon babos a... Olyan, mintha most egy babkonzervet nyitottunk volna neki. Igen. Ó. Oh. Ó, igen, és ilyen a mi értékrendünk szerint nem ez a leggusztusosabb dolog, amit el tudok képzelni. Ragacsos rizs az alapja, és bab van még benne. Jó, nézzük. Érdekes. Ó, de már itt még vannak ilyen nagy dolgok is. Aha, ó, ez egy bab. Még nagyobb. Két, többféle bab is van benne, ha jól láttam. Jó legyen így. Mehet. Aksi. Ez konkrétan egy ilyen babkonzerv, csak sok cukorra. Rizsás babkonzerv, ja, rizsás, cukorra. Nekem ebből is az hiányzik, hogy legyen benne valami plusz, szóval gyümölcs, íz, vagy... Utólag rákerestem még egyszer erre a desszertre, mert sajnos már nem volt olvasható a címke a konzerven, és azt találtam, hogy longán nevű gyümölcs volt még benne, ami így külsőre egy kicsit a babra emlékeztetett a képen, de egyébként a licsivárokon és a trópusi ázsiai területeken és Kínában is honos, és kevésbé ízes, mint a licsi, pont ezért nem tudtuk megállapítani, hogy bármi más is lenne benne a babon és a ragacsos rizsen kívül. Vagy fűszer íz, vagy most ebben nem mondom, hogy hiányzik valami savanykás, de olyan egysíkú, nem? Uh-huh. Te nem azt érzed, hogy... De, hogy ez egyetlen az édesítőszer benne, és ennyi. Keresek én is egy ilyen nagyobbat még. Ó, itt van. De amúgy ez sokkal jobb, mint az az azuki bab desszert, amit én ettem korábban. Igen. Aha. Jó, úgyhogy ezt kirakják egy tálba, és így nem tudom, Japánban. Tessék. Ez is szépen... Az amúgy szintén kínai, de... Uh-huh. Ja, kínai? Aha. Szóval, ha ezt akkor Ázsiában bárhol így elém rakják egy ilyen szép tálban tálalva, akkor én elhiszem, hogy ez valamilyen hát meg, különleges helyről jött, vagy nem tudom, hogy különleges lesz. Érdemes megkóstolni, mert amúgy finomabb, mint amennyire gusztusosan kinéz, csak unalmas amúgy egy igen, picit. Igen. Szóval finomabb, mint ahogy kinéz. Tudom, milyen, mint amikor valaki, nem tudom, mint egyes helyeken csinálnak ilyen zapkását, agyon vizezve, agyon cukrozva, és ennyi. Nincs rajta semmi. Igen. Csak az ab maga, olyan ez íze. Uh-huh. De ezt például el tudom képzelni, úgyhogy beledobálunk ilyen erdélyi gyümölcs mixet, uh-huh, mint igen, egy zapkását reggel, igen, csak kicsit felturbózva egy az igaz, dologgal. És akkor így jó hidegen fogyasztod. De nekem ahogy amúgy a legtöbb... Lehetne még sűrűbb egy kicsit szerintem, vagy csak nincs aha, igen, igen. Na de az utolsó, arra viszont tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz a misztánk ízének megfelelő. Ez szerintem TikTokon is ment egy darabig, csak nem pont ez a márka. Ezek ilyen zselé rudacskák, és vigyázni kell, hogy ne szippansd be az egészet, és ne fulladj meg tőle szerintem. De majd mindjárt meglátjuk, hogy pontosan milyen ja, az állaga. És amúgy azt meg is néztük, hogy ebben nincsen zselatin, szóval zselé az állaga, de nincsen benne zselatin, úgyhogy ez igen, is abszolút vegan. Vízcukor, almalékkoncentrátum, ételsav, ízesítés, színezék. Aztán megnéztem angolul is a biztonság kedvéért. És azt hiszem, hogy van talán licsi, áfonya, mangó, barack. Aha. Ó, én amúgy egy... nagyon jó állaga van. Ez licsi is például. Miért kérsz ezt itt? Én egy pícset. Várjál. Na. Ó, licsisből csak egy van. Jó. Kifröccsett. Ja, open hír. Úristen, nagyon jó az íze. Várj. Bocsánat, csak lenyaltam, ami kicsopogat. Itt egy nyíl, de nincs ott semmi. Mehet. Jó. Ez olyan, mint a bubble tea-nek az alján a zselé. Nekem az jutott eszembe, mint annak a pilóta kekszek a közepén a zselé. Ez nagyon finom. Tényleg ilyen pilóta kekszes. Az jó. De feldarabolva. Hogy tetszenek az ízesítések. Nem ilyen unalmas, hogy így alma, eper. De feldarabolva még ilyen
tényleg a teárba is rakhatod, és akkor felszívhatod. Ki akarom próbálni azt. Mondjuk egy mongóssal. Ami legvégét beszívtam is, tényleg ilyen nagyon biztos, hogy így leharapom a végét, vagy ez működni fog. Mint az... Tudjátok, nem láttátok TikTokon azt, hogy ilyen gyümölcs alakú kis kúpok, vagy nem tudom, ilyen gyümölcs alakú kis bigyók, és csak így le kell harapni, és így kiszippantani. És nagyon sok ilyen videó volt fenn, ahol véletlenül egybe beszippantották, és azért... Isten. Nem lehet ezt úgy. Addig ezt a licsit kinyitom. Ezt nem tudom úgy. Nem lehet kiharapni. Lehet, hogy ez ilyen gyerek biztos. Igen. Kezembe fröccsön. Bocsánat. Az csak a nyálam. De amúgy ez az első helyzet, a második ez. És a harmadik ez a kis édes zselé. Nem tudom, hogy az előbb ez benne volt, vagy pont lát a videó, de hogy ebből vegánként megpróbálhatnátok csinálni egy ilyen tengergyümölcsés tésztát. Uh-huh. Szerintem ahhoz tök jó lenne. Azt mondja, igen. Amúgy nekem a kedvencem szerintem még mindig ez az algás snack. És ennek nagyon jó az ízesítése, csak ettem már olyat, aminek jobb a fogása, hogy úgy mondjam. Aztán nekem is ez, mert ez nagyon sokféleképpen felhasználható, hogy finom. És aztán nekem is a zselé. És a többi az, akkor meg így... Akkor az egyetértés, igen. Igen, a többi az, amit nem feltétlenül vennék újra. Igen. Ezt nem venném többször. Akkor most ez egy jó kör volt. Megszűrve. Én is szétrágtam valami csilit. Hát akkor... Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha esetleg köztetek is van vegán, aki eddig nem tudott, vagy nem mert próbálkozni különböző furcsa ázsiai ételekkel, akkor az alábbi példa mutatja, hogy igen, van azért választék abból is. Remélem, hogy azért tettünk jó felfedezést. Szóval persze. Ez abszolút, persze. Maradandó. Akkor legközelebb majd olyat csinálunk, hogy ételek, amiket konkrétan elkészítünk ilyen hozzávalókból. Ja, például ebből csinálhatnánk egy videót, hogy mire lehet felhasználni, ezt tök jó lenne. Meg a bambuszt is ízesítve. Igen. Na jó. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a snackeket. Igen, és Linánál pedig egy TikTok receptes videóban segítkeztem, úgyhogy nézzétek meg azt is. Sziasztok!